Grujic Szilvia Nagybecskerekről érkezett hármasikreivel, hogy személyesen vegye át a támogatásról szóló értesítést. Elmondta, ez a támogatás sokat jelent a család számára. Összesen 4 családom van, na most már az idősebbik az nem jár iskolába, hogy többet nem kapja, de még ez a 3 még kapja. Úgyhogy nagyon is jó jön, és szép, hogy így valaki ajándékoz bennünket. A magyar kormány egyik legfontosabb támogatási területe az oktatás. Az ilyen segítséggel nagyban hozzájárulnak a magyarság megőrzéséhez a határon túl is. Azt szeretnénk, hogyha minél több gyermek járna a magyar óvodába, a magyar iskolába, és minél magasabb színvonalon lenne az oktatás ezekben a magyar iskolákban, hogy a szülők lássák, hogy milyen fontos az, hogy magyar nyelvű iskolába tudjanak járni a gyerekek. Nagyon fontos ez a gyermekek egyéni fejlődése szempontjából, és természetesen fontos a nemzeti szocializáció, a magyar identitás megőrzése szempontjából is. Idén mintegy 26 ezer vajdasági gyerek kap oktatási-nevelési támogatást. A CMH iroda 10. alkalommal vesz részt a támogatások lebonyolításában. Az óvodás korú gyermekek száma az megközelítőleg 4000, 15500 általános iskolás gyermek és 6500 középiskolás gyermek kap az idén támogatást. Ezen túlmenően van még 300 olyan gyermek, aki valamilyen speciális oktatási intézménybe jár. A hallgatók pedig az idén 175-en igényelték és kapták meg a hallgatói támogatást. A támogatásról szóló értesítéseket hetente fogják küldeni, és legkésőbb december közepéig minden családnak eljuttatják majd.